Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Zöld 25 műsorunk. Elérkeztünk a hetedik évadunkhoz, és ismét bemutatjuk önöknek a legújabb ökotrendeket. Beszélünk többek között a klímafödémről, valamint a hőszigetelt építési táblákról, hiszen az építőiparban egyre inkább erősödik a környezettudatos gondolkodás, de így van ez a mindennapi életünkben is. A környezetbarát tisztítószereknek is utána nézünk, de mutatom az ajánlatunkat. Bemutatunk hőszigetelt építési táblákból épült házakat, ellátogatunk Tapolcára, ahol egy napelem parkot járunk körbe, megtudjuk, hogy milyen előnyei vannak a klímafödémnek, és mutatunk ötleteket ökotextilek és tisztítószerek használatára. A Tapolca melletti napelempark beruházása 2019-ben kezdődött, és az idei év elejétől kezdte meg a működését. Ez gyakorlatilag nem egy naperőmű park, hanem 14 kisebb naperőmű park egymás mellett. Naperőmű parkonként durván fél megawattos AC teljesítménnyel. A napelempark mintegy 19 hektáron fekszik, és a közel 30 ezer napelemet 182 darab inverter működteti. A naperőműparkkal megtermelt energia az gyakorlatilag egy kisebb városnak a fogyasztását tudná fedezni, amennyiben a magyar villamosrendszer olyan lenne, hogy közvetlenül egy városra lenne kötve a naperőműpark. Ugye a Magyarországon naperőműparkok nem közvetlenül látják el a településeket, hanem az országos hálózatra csatlakoznak a naperőmű parkok. A parkokban az inverterek azok 400 voltos feszültséget állítanak elő, amit a naperőmű parkban elhelyezett transformátor állomások feltranszformálnak középfeszültségre, és így csatlakoznak ezek a parkok a középfeszültségű hálózathoz. Tehát bekerül a naperőművek által termelt energia az országos hálózatban. A napelem parkokat 20-30 éves élettartamra tervezik, és szükséges a karbantartásuk. Napelemű parkoknál elsősorban a legnagyobb költség az, hogy a környezetet rendben és tisztán kell tartani, ugye a zajnövényzet ne árnyékolja a napelemeket, mert akkor a napelemek, ha árnyék van a napelemeken, nem termelnek energiát, vagy jóval alacsonyabb hatásfokkal termelnek energiát. Illetve magukat az eszközöket is karban kell tartani, ezért nagyon fontos az, hogy a napelemiparban felszerelt például az inverterek minél alacsonyabb karbantartási igényű. Az inverterek üzemelnek a parkokban, itt a Tapolcai parkban felszerelt inverterek, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy karbantartásmentes inverterek, ezek légütéses inverterek, műszaki szempontból nagyon fontos, hogy nem tartalmaznak mozgóalkatrészeket, gyakorlatilag ezeket nem kell karbantartani, nincsenek benne ventilátorok, nem kell tisztítani őket, teljesen zártak, nincsenek benne DC oldali biztosítékok, ezeket nem kell ellenőrizni, nem kell időnként cserélni, és ez nem csak a karbantartás gyakoriságát és költségét csökkenti, hanem biztonsági szempontból is nagyon előnyös, ugyanis csökkenti ezáltal a DC oldali meghibásodásokat, ívzárlatok kialakulásának a veszélyét. Milyen különbségek vannak az inverterek között? Két olyan invertert is látunk, amik egyiket lehet használni kis lakossági felhasználásra akár, a jobb oldalit, illetve ez a nagyobb, ez pedig már ipari kereskedelmi célú inverterek, amelyeket nagy erőművi rendszerekbe, földre telepített rendszerekben is használunk. Az inverter a szíve az egész napelemes rendszernek. Hiszen inverter nélkül nem működik a napelem. A feladata, hogy átalakítja az egyenáramot váltakozó árammá. Mi az, amit le tudunk olvasni az inverterekről? Hát manapság egyébként így fogyasztói igények alapján egyre kevesebb információt ad az inverter, tehát nincs rajta most már kijelző, minden, ami kommunikáció, az intelligens módon, vagy smartphone-okon és applikáción keresztül mutatható, vagy pedig egy
kommunikációs interfészen keresztül egy felhő alapú megjelenítési rendszerben, de alapvetően egyébként most már csak ilyen ledekkel, színes ledekkel kapunk ki információt az állapotáról az inverternek, arról, hogy van-e feszültség a napelemektől, hálózatra van csatlakoztatva az inverter, illetve azt, hogy a kommunikáció működik-e, illetve van esetleg bármilyen meghibásodás a rendszerben az inverterben. Az inverterek kiválasztásánál érdemes néhány szempontot figyelembe venni, mint például a megbízhatóság, a megfelelő kommunikációs képesség és a biztonság. Apró különbségek a kommunikációban, a biztonságban, a kinézetben, mennyire csöndes vagy halk, milyen szellőzési rendszer van az inverternek, ezeket figyelembe szoktuk venni. A napelem parkok tulajdonképpen úgy állítanak elő villamos energiát, hogy közben nem szennyezik a légkört, nincs semmilyen környezetszennyező hatásuk. Napelemparkokat elsősorban alacsony mezőgazdasági értékkel bíró területeken alakítanak ki. A következő évtizedben egyre több napelempark telepítésre lesz szükség. Egy háznak a tervezése több hónapig is eltarthat. Új trend az építőiparban, hogy mintaház kollekciókban is gondolkodhatunk. Azaz kiválaszthatjuk a háznak a négyzetméterét, módosíthatunk például a nyillászárók elhelyezésén, valamint egyes részleteken. Egyre népszerűbbek a könnyű szerkezetes házak közül a hőszigetelt építési táblákból épültek, mert gyors a kivitelezésük, hulladékmentesek és fenntartható módon üzemeltethetőek. Ausztriában például a házaknak a 40%-a már könnyű szerkezetes ház vagy ekoház, Svájcban ez 60%, ez itthon is egyre erősebb ez az igény. Az ekoház abban különbözik az egyéb könnyű szerkezetes házaktól, ugye, hogy vannak nagy paneles technológiák, ott egy kicsit nehézkesebb az áru mozgatása, a szerelése darut igényel. Vannak a hagyományos pallóvázas építkezések, ott a helyszínen kell nagyon sokat dolgozni, meg vágni, szabni. A miénk az előre gyártott teljes egészében, tehát a helyszínen csak csavarozni kell, és nulla szemét keletkezik a helyszínen, tehát ezért is mondjuk, hogy ekoházak, mert nagyon környezetbarát. Ezek tulajdonképpen a falpanelek. A panelek azok 1,25 m szélesek és 2,80 m magasak. Ezek standardek? Ez általában standard, nyilván az ajtónyílások és az ablaknyílások ezt befolyásolják, és egy speciális kapcsolóelemmel kapcsoljuk össze az építkezés helyszínen. A hőszigetelt építési táblákban lévő OSB lapok fenntartható erdőgazdálkodásból származnak. Sokan azt gondolják, hogy ez egy hulladék alapanyag, vagy újrahasznosított, nem. Tehát ez csak friss fából készül, Magyarországon nyárfából és fenyőfából készül. Két OSB lap között lehet látni egy grafit színű nanotechnológiával készült polisztirolt, ami azért kedvelt az építőiparban, mert 20%-kal jobb a hőszigetelő értéke, mint a hagyományos fehérnek. Ott, ahol fontos a vastagság, a falvastagság, a tetővastagság, ott használjuk ezt a speciális anyagot. Egy 100 négyzetméteres ház felépítéséhez közel 40 ilyen építési táblára van szükség. A helyszínen 4-6 ember dolgozik. Nagyon fontos itt az ökológiai lábnyom kapcsán nagyon sok minden, ugye, hogy például mondjuk, hogy mekkora környezeti terhelést jelent egy adott épület, és ugye itt nem csak maga az építés, hanem gyakorlatilag a gyártástól a végéig, ha nézzük a folyamatot. Mielőtt megvesszük a telket, mindenképpen beszéljünk építésszel, mert hogy az építész látja hát a jogszabályoknak a rengetegét,
hogy mit lehet, hogyan lehet, tehát amikor elmondják, hogy mit szeretnének, mi az elképzelésük, mi az álmuk, akkor az építész fogja tudni igazándiból pontosan megmondani, hogy arra a telekre, abba a környezetbe beilleszthető-e, hiszen nagyon sokszor a helyi főépítésszel is kell konzultálni, mert hogy a település képbe való illesztését is meg kell oldani. Ugye ennél a technológiánál, mivel rugalmas a technológia, ez viszonylag könnyű, tehát építhetünk lapos tetőt belőle, enyhe hajlásszögű tetőt, félnyeregtetőt, nyeregtetőt, íves felületeket is akár extrém esetben, tehát gyakorlatilag ilyen kötöttség úgymond nincsen, de célszerű az már rögtön a legelején ezeket az építésszel tisztázni. A házak építésénél az első lépés a tervezés. A tapasztalatok szerint egyre nagyobb az igény a gyors tervekre, és ezáltal a gyorsan felépült házakra. Nem csak az építész tervezi a házat, ugyanúgy utána a statikus, gépész tervező, villamos tervező, és hát ezek bizony el tudnak húzódni. Ezért új trend, hogy mintaház kollekciót hoznak létre a tervezők. Népszerűek a kisebb házaknál a 70 négyzetméteresek, a nagyobbaknál a 300 négyzetméteres A+-os házak. Nagyon fontos szempont volt, hogy mindenki számára hozzáférhető házakat tudjunk biztosítani. Ez stílusban, négyzetméterben igazából mindenben megmutatkozik, tehát a magastetős házaktól kezdve egészen a lapostetős házakig minden megtalálható a palettán. Nagyon sok szabályozás is leszűkíti a lehetőségét annak, hogy lapostetős házakat építsünk, tehát például falvakban megkötések vannak arra, hogy a tető hajlásszögnek minimum 35 foknak kell lenni, tehát ezért volt nagyon fontos szempont, hogy magastetős házak is kerüljenek a katalógusban. Az alapterületek adottak, azonban például a válaszfalakon és a nyillászárókon lehet változtatni, ha úgy döntünk, hogy a katalógusból választunk házat, nem pedig terveztetünk hosszú hónapokon keresztül. Településenként, sőt településen belül is nagyon sokszor változik az előírás, hogy mit lehet egy adott ingatlanra elhelyezni, milyen módon, hogyan lehet az épületet megvalósítani, illetve például mondjuk a tájolási adottságok is nagyon-nagyon sokban befolyásolják, tehát ezeket lehet nagyon rugalmasan változtatni ezeknél a házaknál. Népszerű az építőiparban a 3D-s tervezés is. Ez egy olyan szoftver, ami alkalmas arra, hogy a tervezők által használt szoftverekből átvegye az információt, és megkönnyíti a gyártmány tervezést. A tervezés a raktárgazdálkodást is segíti, hiszen pontosan annyi alkatrészt használnak fel, amennyi a ház építéséhez szükséges. Új trend az építőiparban a klímafödém, ez azt jelenti, hogy a mesterpanel födém ki van egészítve modern felületfűtési és hűtési csövekkel, így a lemezekbe már előre be van építve a hűtési-fűtési technika, és applikációról is tudjuk működtetni. Ebben az épületben gyártják a klímafödémeket, ami az előre gyártott paneleknek egy továbbfejlesztett változatuk, vagyis a mesterpanelekbe kerülnek bele a mennyezetfűtési és hűtési csővezetékek. Ezek a csővezetékek nyáron hideget adnak le, télen pedig fűtenek. Ezek a vezetékek egy mennyezeti fűtést váltanak ki, ezeknek a szerepét töltik be. Mivel a mi födémünk gyártóasztalon készül, így megspórolhatunk vele egy vakolatot mindjárt, és nagyon gyors szerkezeti lebonyolítást, építést lehet elérni velük. A gyártás az elemeknek egy teljesen automatizált gyártó soron történik. Az első része neki az, hogy egy robot felrajzolja ezeknek az elemeknek a geometriáját, utána elhelyezzük a betonacélnak a távtartóit, illetve hogyha kell a klíma födémnek a hűtő-fűtő vezetékét, ezután jön a vasszerelés, a betonozás, bekerülnek az elemek egy szállítókamrába, és utána pedig ki a mi gyártótelepünkre. A klímafödémet többek között akkor érdemes választani, ha gyorsan szeretnénk építkezni, ezért célszerű, ha minden eleme előre gyártott elemekből készül. Az elemeket előre elhelyezett alátámasztásokra kell felhelyezni,
további építése a födémnek a vezetékek összekötésével, illetve a födémek bele tudjuk építeni az elektromos dobozokat is, tehát a gégecsőveket is el kell helyezni. Ezután egy csővasat kap a födém, illetve egy felbetonnal kell ellátni a építkezés helyszínén. Milyen előnyei vannak a klímafödémnek? Miért jó nekünk a 21. században, és mennyire tudjuk összhangba hozni a környezettudatos gondolkodással, vagy akár a hatékony energiafelhasználással? 2021-től megváltoznak az energetikai törvények. Ez azt jelenti, hogy a hűtésre szánt energia 25%-át megújuló energiaforrásokból kell felhasználni. A klímafödémet kombinálni lehet hőszivattyúval, ezáltal geotermikus energiát tudunk cirkuláltatni ezekbe a vezetékekbe. A klímafödém egyik előnye, hogy mivel őket gyártóasztalon gyártjuk, ezáltal az alsó felületük teljesen tükörsima. Ez azt jelenti, hogy őket alulról glettelni, illetve festeni kell csak. Egy vakolatot meg lehet mindenképpen spórolni alkalmazásuk által. Az egyetlen látszólagos különbség a mesterpanel, illetve a klímafödém között, hogy a klímafödémből kiállnak az úgynevezett beépített csővezetékek. Ezeket kötik tovább a helyszínen a megfelelő helyekre, illetve a körökre. Napjainkban az építőiparban hangsúlyt helyeznek az ökotudatos gondolkodásra, ezért az energiával történő takarékoskodás mellett fontos az egészséges környezet kialakítása is. A klímafödémnek az egyik előnye talán, hogy nincsen levegőmozgás, tehát gyakorlatilag egy klímával, egy normális, hagyományos klímával ellentétben, hogyha hűteni vagy fűtni szeretnénk a szerkezetet, nem keletkezik ez a zavaró légmozgás, gyakorlatilag jobban érzi magát az ember ezáltal, hogyha már mindjárt egy felületi fűtéssel rendelkezik az elem. Hát van egy központi vezérlése ezeknek a szerkezeteknek, általában ezt egy központ nézi, távhőt is el lehet kötni például a klímafödémre. Ők ezt folyamatosan fokozzák, illetve nézik, valamint minden egyes lakásban található egy szabályozó, amivel be lehet ezeket állítani, milyen hőfokot szeretne a kedves vevő. A rendszert applikáción keresztül a telefonunkról is irányíthatjuk. A klímafödém különböző körökből áll, amit helységenként is lehet szabályozni. Az építőiparban folyamatos az innováció, melynek oka a tudatos gondolkodás erősítése, és hogy egyre több környezetbarát otthon épülhessen új technológiákból. Szeptember 19-e a takarítás világnapja. Ebből az alkalomból olyan tisztítószereket és tisztítóeszközöket mutatunk be, amelyek környezetbarátak. Új trend, hogy már nem szükséges a tisztítószereknek a használata. Ilyenkor egy különleges textilre van szükségünk, valamint vízre. A környezet tudatosan gondolkodók környezetbarát tisztítószereket és ökotisztítóeszközöket is használhatnak. Manapság már jó néhány olyan speciális szövésű textil van, amit vízzel használva csupán kihagyhatók a tisztítószerek a takarításból. Ezek a textilek milyen alapanyagokból készülnek, illetve hogyan kell használni? A textilek egyrészt műszál alapúak, azért van szükség arra, hogy műszál legyen az alapja, hogy a baktériumok ne tapadjanak meg benne, jól tisztíthatók legyenek, és hosszú élettartamúak. Gyakorlatilag egy textilt 5-6-7 évig is egyetlen háztartásban lehet használni, a textilek választéka pedig a különböző szennyeződésektől függ. Tehát más kell például használni egy ablaktisztításhoz, és más például egy bútorlaknak a letisztításához? Ezt nagyon jól mondtad. Az ablakon rendszerint erősebb szennyeződések vannak, tehát oda más szövési technológia kell. A bútoroknál általában enyhébb szennyeződésekhez a megfelelőt használjuk. Megvan a technológiája, hogy például egy üveget hogyan kell lemosni, milyen irányba használjuk azt a textilt, milyen mozdulatokra van szükség? Az a jó, hogy úgy kell takarítani, ahogy egyébként is szoktunk, tehát aki környezetbarát cselekvésre vált, nem kell újra tanulni a takarítást. Minden úgy működik, mint korábban, csak kihagyjuk a tisztítószerek javát.
több évig betöltik a funkciójukat, akkor ezek szerint moshatóak is? Moshatóak, így van. Ökológiailag azt mondom, hogy hála Istennek, ez a technológia a fogyasztási termékből tartós terméket csinált. Tisztítószerekre milyen esetekben van szükségünk? Olyan esetekben, amikor annyira tapad a szennyeződés a felülethez, hogy egy úgynevezett fizikai-mechanikai úton nem eltávolítható. Ilyen például a vízkőlerakódás, ilyen a nemes vagy a fémekre lerakódott patina, vagy például egy nagyon-nagyon odaégett zsíradék. Az ökotisztítószerek közül lehet választani koncentrált tisztítószert általános szennyeződések tisztítására. Ezekből 3-4 cseppet érdemes használni. Ezáltal, hogy hozzászokunk, hogy keveset sokáig használunk, más dolgokra is rá fog ez vetülni, hogy sokkal kevesebb fölösleget vásárolunk másból is. Ezek a környezetben teljes mértékben lebomló alapanyagok, nem irritálják a bőrt, nem okoznak lézési nehézségeket, minimális elegendő belőlük, tehát növényi alapanyagok bázisán készülnek a tisztítószereink. Van kettő olyan terület, aminél nem kihagyható a tisztítószer. Az egyik a mosás, rengeteg vegyi anyag megy ki a környezetben mosás által, erre is van megfelelően koncentrált szerünk. A másik pedig a mosogatás, a gép és a kézi mosogatás, aminél pedig azt tartom fontosnak elmondani, hogy ezek által nagyon sok vegyszer maradék tapad meg az edényen, a poharak falán. És amikor ezt használjuk utána, ez bekerül az étkezési csatornánkba és a különböző betegségeknek, allergiáknak a melegágya. Ezért érdemes olyan tisztítószerekben gondolkodni, amelyeknek maradványai nem tapadnak meg például az étkészleteken, a poharakon, valamint az evőeszközökön. A trendekben megtalálhatóak az ápolószerek is. Melyek ezek az ápolószerek? Bútorápoláshoz, padlóápoláshoz, bőrápoláshoz való szerek. A tisztítószerek tárolódobozai és a textilek újrahasznosított alapanyagokból készülnek és újrahasznosíthatóak. Milyen világnapot ünneplünk szeptember 19-én? A. Takarítás, B. Víz. A választ a zöld25@gmail.com e-mail címre várjuk szeptember 8-áig. A helyes megfejtők között kisorsolunk egy környezetbarát mobil grillt a Kazusz Grill felajánlásával. Zöld 25 műsorunk ezzel véget ért, jövő héten is megmutatjuk Önöknek a legújabb ökotrendeket, tartsanak velünk akkor is itt a Viaszat 6 csatornán, a szlogenünk Zöld 25, a fenntartható fejlődésért, írjanak nekünk a zöld25@gmail.com e-mail címünkre, lájkolják a Facebook oldalunkat és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, viszontlátásra! Támogatóink Fotomate, Huawei, Layer, Hara.hu és a királyházak.hu.